Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Antal Ferenc Ildikó vagyok, az Életvédő című sorozat házigazdája. E két hetente jelentkező műsorban olyan civil szervezetek, közösségek vagy lelki gyakorlatok vezetőivel beszélgetek, akik várandós, bajba jutott édesanyákon és családjaikon igyekeznek segíteni, illetve céljuk a társadalmi szemléletformálás. Mai vendégem Lukács József, a Váravárt Alapítvány elnöke. Kedves József, üdvözöllek! És köszönöm a meghívást! Nagyon szívesen! Ellentétben az előző vendégeimmel, úgy értem a sorozatban meghívott immár 9 vendéget, vagy a 10., őket ismerem közelebbről, úgy értem, dolgoztunk együtt, interjút készítettem velük, vagy akár részt is vettem valamilyen rendezvényükön, veled ez a kapcsolat még nincs meg. Viszont találkoztunk már néhányszor, például a Séta az életér valamelyik évi rendezvényen, emlékszem, beszéltél, illetve volt nemrég, fél éve nemrég, egy életvédő konferencia, és ott egy kerekasztal beszélgetésben vettél részt, úgyhogy tudok egy-két dolgot az alapítványról, illetve utána néztem, hogy mi mindent csináltok, de itt majd kérlek, hogy minél több mindent meséljél te magadról. És kezdjük onnan, hogy személyes motiváció, mi van emögött az alapítvány mögött, ami téged oda vezetett, hogy nem csak önkéntes, hanem most már az elnöke legyél. Hát feleségemmel együtt van egy erős érintettségünk ebben a témában. Két gyermeket is örökbe fogadtunk, és az ő, ez az egész folyamata, hogy mi őket megkaptuk, és a sajátjaink lettek, ez egy olyan nagyon intenzív és mély élmény volt számunkra, ami úgy azért alapvetően fölforgatott sok mindent bennünk, de talán ezzel párhuzamosan több barátunknak is a történetét megismerve szóba került az, hogy mi lenne, hogyha egy alapítvány létrejönne, ami azzal foglalkozna, hogy az ilyen helyzetekbe került hölgyeket, akik örökbeadáson gondolkoznak, őnekik elkezdenénk segíteni. És akkor ennek a szervezete, ahogy létrejött, akkor engem kértek föl, hogy legyek az adminisztratív vezetője, mert volt egy olyan tapasztalatom, hogy szervezetfejlesztésben, szervezetépítésben dolgoztunk feleségemmel együtt, illetve több területen is volt ez egy képzettségünk, hogy talán erre alkalmas lennék, és azóta egyelőre még én töltöm be ezt az elnöki pozíciót, és azért egy óriási csapatmunka van mögöttünk, tehát a kezdetektől fogva velünk dolgoznak jogászok, szociális munkások, olyan mentál higiénés szakemberek, pszichológusok, nőgyógyászok, akik közvetlenül, talán közvetlenebbül is tudnak segíteni ezeknek a hölgyeknek, mint mondjuk én magam férfi emberként, de nem egyszer én is voltam már olyan helyzetben, amikor én magam is kellett ilyen hölgyekkel beszélgetni, és hát örömmel támogattuk őket, meg támogatjuk ebbe a folyamatba. És hát ugye alapvetően mi ezeknek a hölgyeknek segítünk, ahogy te is a felvezetőben mondtad, akik babát várnak, várandósok, de és valami. Ez a várandóság valahogy válsághelyzetet okoz elő, vagy már eleve egy meglevő válsághelyzetbe jön be egy kisbaba, és ez még, hogy mondjam, kumulálja a problémákat. Ővelük felveszük a kapcsolatot, nagyon sokan megkeresnek minket közösségi média felületeinken keresztül, illetve szakembereken keresztül elérnek bennünket. Nyilván van egy segítő beszélgetés, amikor legelőször is megpróbáljuk őket egy olyan nyugalmi állapotba hozni, hogy érezzék azt, hogy nem csak egy emberként, hanem egy csapatként melléjük állunk, hogyha ezt igénylik, akkor a szakembereket is hozunk nekik, tárgyi adományokkal, anyagi támogatással is igyekszünk nekik segíteni, kinek mibre van szüksége, és esetenként még lakhatási támogatásba is segítjük őket. Ez egy szűk keresztmetszet, hogy kinek hogyan tudunk ebbe segíteni, de sok minden ebbe belejön, hogy mi mindent tudunk őnekik fölkínálni, hogy könnyebb legyen ez a helyzet, és egy jó döntést tudjanak hozni, és ki tudjanak lábalni ebből a helyzetből. Pont tegnap kaptunk egy olyan e-mailt, nagyon öröm volt olvasni, hogy 24 hónapja támogatjuk albérlet támogatással egy hölgyet, és mondta, hogy nagyon örül, hogy meg tudta szülni a kisbabáját, és hogy ez a 24 hónap egy nagy élmény volt neki, és ezért hálás
az alapítványnak, mi meg hálásak vagyunk tényleg a munkatársainknak, önkénteseinknek, támogatóinknak, hogy, hogy ilyen ügyekben bent tudunk lenni, és jó ezeket a visszajelzéseket nagyon olvasni. Hát gondolom, így ahogy csak hallgatni, és jó. És ez, az egy, ez a hölgy 24 hónap, az 2 évig kapott ilyen támogatást. Ezt hogy tudjátok megoldani ezt a támogatást? Azt mondtad egy interjúban, hogy és hogy a legsúlyosabb válsághelyzet maga a lakhatási probléma. Tehát hogy úgy tűnik, hogy ez az, amivel leginkább felkeresnek titeket, viszont mivel a anyaotthonok is tele vannak, ti is nehezen tudtok rajtuk segíteni, és mégis hogy? Igen, hát az, hogy ez a legsúlyosabb, az nem teljesen jelenti azt, hogy ezzel keresnek minket legtöbbször, mert nagyon sokszor azért azzal keresnek csak meg, hogy érkezik egy kisbaba, és pánikba vagyunk, mert nincs kiságy, meg borzasztóan néz ki a lakás, és a családvédelmi szakember, vagy a védőnő azt mondta, hogy ilyen állapotokban nem biztos, hogy hazahozhatjuk a kisbabánkat, pedig haza akarjuk, és ilyenkor nyilván akkor abban segítünk, hogy ha van, a lakhatás megvan, de mondjuk el kell szállítani a sittet, vagy ki kell festeni, vagy kell egy babaágy, akkor ezekben segítünk ennek a anyukának, vagy párnak, családnak. Úgyhogy, de a lakhatás az tényleg nagy gond. Vannak olyan támogatóink, akik gyakorlatilag direkt arra utalnak, hogy tudjunk albérleteket fizetni. Vidéken tudtunk 2 éve vásárolni egy házat, egy 3 gyermekes fiatal családot gondozunk most ott már közel 1 éve, és őnekik is a pszichés, meg mentális, meg kapcsolati fejlődésüket is végigkövetjük, tehát heti szinten támogatjuk őket, beszélgetünk velük, valamilyen szinten kérdezzük is, hogy tudják beosztani a pénzt, tehát motiváljuk őket arra, hogy eljussanak A-ból B-be, tehát nem az a célunk, hogy valakinek csak adjunk, és kipipáljuk, hogy de jó, adtunk egyet, hanem hogy valahogy képessé tegyük őket arra, hogy a saját lábukon megéljenek, és nem feltétlen a másokra támaszkodva tudjanak csak megélni, hanem akár gazdasági tanácsokkal, ugye te is említetted, hogy gazdasági tanácsadóként is dolgoztál, ez is egy nagyon fontos része a munkánknak, hogy egy olyan táblázatot írunk velük együtt, hogy mennyi bevételed van, mennyi kiadásod van, addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér, akkor most nem tudsz venni egy 60 ezeres születésnapi tortát a gyereknek, mert nincs erre lehetőséged egyelőre. Értsd meg, de majd lehet, hogy 10 év múlva lesz, ráérsz akkor, ennyit költeni a szülinapra. Ugye vannak nyilván olyan szocializációs helyzetek, amikor valaki ezt látta, hogyha van pénz otthon, azt rögtön elköltjük, és másnap pedig kéregetünk, és kölcsönkérünk, és hitelre próbálunk vásárolni mindent, és ebből nagyon-nagyon nehéz kijönni, és ezért nagyon nagy empátiával igyekszünk ilyenkor is segíteni. Úgyhogy ennek a fiatal pár is nagyon szépen fejlődik, nagyon szurkolunk nekik, hogy egyenesbe jöjjenek, és sikeres legyen a történetük. És aztán vannak valóban anyaotthonok, családok átmeneti otthonai, olyan szállás lehetőségek, gyakorlatilag mindent keresünk, amit csak létezik. Úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha újabb családok átmeneti otthonai, anyaotthonok is tudnának nyílni, mert sokkal többre lenne szükség valóban. Mert ezt ti látjátok. És az életvezetési tanácsokat hogy fogadják? Mert ugye főleg, ha valaki nem abba szocializálódott, hogy a pénzt be kell osztani, vagy egyáltalán gondolkodni hosszú távon, és akkor jön valaki, aki segít, látható módon jót akar neki, de mégis neki ez egy nagy váltás, egy nagy szemléletváltás. Egyrészt ugye, hogy azt a gyermeket arra igent mondjon, és ugye nem csak megszülni kell, hanem fölnevelni, de hogy az egész életét át kell alakítania. Hogyan reagálnak erre? Hát maga a szociális munkának ez a gyönyörűség, ez egy pedagógiai munka valahol. Tehát, hogy amikor például egy hölgy azon gondolkozik, hogy a méhében fejlődő kis magzatot meg tudja eszülni, meg akarja eszülni, vagy nem, akkor sem mi döntünk helyette, hanem gyakorlatilag egy most így virtuálisan, de egy papíron levezetjük, hogy így is dönthetsz, úgy is dönthetsz, ennek ez a következménye rövid távon, középtávon, hosszú távon, annak meg az a következménye rövid távon, középtávon, hosszú távon. Ebben talán gyorsabb megoldásnak tűnik, például egy abortusz, de hosszú távon sokkal-sokkal nagyobb veszélyeket rejt, már rövid távon is, de hosszú távon meg mindenképpen. És viszont milyen támogatásokat és segítségeket kaphatsz már rögtön, hogyha mégis azt mondod, hogy
ami a valóság, hogy ez egy gyermek, és őnek ki szeretnék életet adni, és vagy én fölnevelem, és mindent összeszorítom a fogam, és megadok neki, vagy pedig, ha más nem, akkor szeretem annyira, hogy életet adok neki, és örökbe adom. És ez nagyon-nagyon nehéz bármelyik döntést meghozni. És egyébként az abortusz döntést is nagyon nehéz meghozni hölgyeknek. Mi azt látjuk, hogy ezt általában senki nem akarja meghozni, de egy óriási nyomás van a környezetük részéről, hogy ezt hozzák meg, mert valamiért a környezetüknek ez a véleménye, de hál' Istennek formálódik ez a közvélemény. És ilyenkor azért a maga a gondozási folyamat, amire kérdeztél, tehát ott is mindig visszajelzéseket adunk, hogy nézd meg, hogy ebben a hónapban ennyi pénzetek volt. Tehát nyitottak arra. Tehát nyilván, hogy nem egy olyan szigorral veszünk mi ebbe részt. Azért fontos azt is látni, hogy családok átmeneti otthonában is van egy rend, van egy házi rend. Sőt, több helyen van egy olyan gondozási folyamat, amiben kötelező részt venni. Tehát, mint egy zárt intézményben. És ennek nagyon nagy előnye van. Én bátorítom azokat a hölgyeket, akik nem tanultak még meg gazdálkodni, pénzzel bánni, és rendszeresen problémába kerülnek a pénzbeosztásra, vagy családoknak is konkrétan, hogy ne vegyék ezt tolakodásnak az ilyen intézmények részéről, mert nagyon sok helyen profi, jó szakemberek, jóindulatú, akár szigorú, de jóindulatú vezetők vannak, aki azt mondja, hogy nézd, hogyha fél éven keresztül nem tudod félretenni a fizetésednek azt a 10 vagy 15-20%-át a jövőtökre nézve, akkor lehet, hogy nem vagy alkalmas, hogy szülő legyél. És akkor lehet, hogy ki fogják emelni a gyermekedet, mert itt nem maradhatsz végig. Ha letelik a 2 év, amíg itt lehetsz, vagy másfél, vagy amiben megegyeztek, föl kell készülj erre az időszakra. Hogy fogsz tudni akkor megélni? Kihez tudsz akkor fordulni, vagy a saját lábadra állni? Hát szóval nem, az edukáció az egy nagyon nehéz dolog, de nagyon, nagyon jó, amikor sikeres. Köszönöm, és most megemlítették két olyan dolgot, amiről külön-külön is beszélünk. Egyrészt ugye az örökbefogadás, és azzal kapcsolatban idéznélek, mert nagyon tetszett egy interjúban, amit mondtál, és gondolom, hogy ezt most megerősített itt szóban is, hogy a gyermek nyilván az eredeti szüleinél van a legjobb helyen, és ez akkor is igaz, ha nem egy jól szituált amerikai családról beszélünk, hanem egy vidéki, szerényebb körülmények közt élő magyar családról. Munkánk során számos helyzetben azt tapasztaltuk, hogy amennyiben a fennálló krízist helyben meg tudjuk oldani, akkor a baba akár meg tud maradni az eredeti szüleinél. És ez arra inspirál bennünket, hogy azért is dolgozzunk, hogy ne kelljen kiemelni a családból. Tehát az örökbefogadás az mindig egy B-verzió. És hogy azt mondtad, hogy az esetek nagy részében 95%-os arányos sikerre jártunk. Tehát, hogy ez az a krízis helyzetnek a megoldása, az ilyen nagy százalékban sikerrel jelenti azt, hogy nem kell örökbefogadásig eljutni. Viszont van az a 5%, amikor meg igen. És akkor ott miben tudtok segíteni? Úgy olvastam, hogy mediációs, hogy is van, hogy örökbefogadás mediációs tanácsadás, vagy valahogy így van a pontos kifejezés annak, amit nem ti végzitek az örökbefogadást. Gyakorlatilag mi közvetítünk, mert 2012-ben végeztünk egy tanfolyamot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, és egy évvel később, 2013-ban kaptunk is erre működési engedélyt. Úgyhogy hivatalosan is, meg a minisztérium által kontrollálva dolgozunk, és ilyen módon hivatalosan is be tudjuk gyűjteni azokat az adatokat, hogy kik azok, akik örökbe akarnak fogadni. Olyan családoknak az önéletrajzai jelentkezők vannak nálunk, közel talán 90 és 100 között van a számuk pillanatnyilag is, és valóban nálunk azért kevés az örökbefogadás, az örökbeadás. Ennek ellenére minden örökbefogadásra jelentkezőt mi fogadunk. Mindenkinek elmondjuk őszintén, hogy ilyen esélyekkel tudnak hozzánk jelentkezni, de nagyon örülünk, ha jelentkeznek. Nagyon bátorítunk mindenkit, aki örökbe akar fogadni, és alkalmas rá, hogy fogadjon örökbe. Nagyon bátorítunk mindenkit a nevelőszülőségi életpályára is. Nyilván ez más, mint az örökbefogadás, ez egy abszolút, nem abszolút, de egy más téma. És egyébként a mentorálás az meg egy harmadik dolog, amire majd tényleg örülök, ha egy picit rá tudunk térni.
és maga az örökbefogadóknak a jelentkezésekor, ha tehetjük, akkor személyesen is találkozunk velük, az elmúlt időben azért kevesebb időnk volt erre, de a jelentkezésüket mindenképpen dokumentáljuk. Ugye vannak preferenciák, hogy ők milyen életkorú, hány gyermeket akarnak örökbefogadni egészségileg, mi az, amit ők bevállalnak, származásilag, etnikailag, mi az, amit ők bevállalnak, mi az, amit inkább nem. És akkor ezt figyelembe véve van egy olyan illesztési folyamat, amikor van egy örökbeadható kisbaba, hogy a sorrendben előlevők közül az örökbe adni szándékozó anyuka választhat magának örökbefogadó családot. Kicsit bonyolultan mondtam el. De én abszolút értettem, akkor ti ennyire benne vagytok a folyamatban. De abszolút, tehát ezt nagyon-nagyon szeretjük ezt a folyamatot, amikor erre kerül a sor. Hát valóban tavaly közel 360 esetünk volt, amikor egy ilyen 360 egyedi eset, ugye egy-egy esetnél van, hogy több hónapon keresztül tart, és sokszor-sokszor találkozunk, meg beszélünk, meg történnek valami dolgoknak az átadása, vagy ilyen dolgok, és 7 örökbeadásunk volt, tehát tényleg nagyon alacsony az örökbeadások száma. Nyilván, hogy nem akarunk semmilyen kisgyermeket egészségre ártalmas vagy veszélyes környezetben megtartani. Tehát nem vagyunk ilyen fatalisták, hogy csak ott maradhat meg a gyermek, ahova megszületett. Mert valóban vannak olyan helyzetek, amikor nincs meg az a szülői kompetencia, nincs meg az a higiénés környezet, és esély sincs rá, hogy azt létre lehessen hozni. És ilyenkor annak a gyermeknek a személye az elsődleges, az egész gyerekvédelemben mindig a gyerekeknek az érdekét nézzük elsőként, és ezért ilyenkor aztán örökbefogadó szülőket segítünk választani az örökbeadónak, és az egy nagyon megható látni, hogy tényleg akár egy kis faluból, Heves megyéből is, micsoda érzelmi intelligencia van ezekbe a hölgyekbe, amikor nézik és elemzik, hogy kinek akarom örökbeadni, és kinek nem, vagy kinek kevésbé, és fölállítanak egy preferencia listát, hogy itt már van egy gyermek, akkor de jó lesz, hogy ő neki lesz testvére. Vagy én ő neki akarom, mert ő nekik még nincs gyerekük, és látom, hogy ők ilyen beállítottságúak, vagy jó helyre fog kerülni. És a saját kis világukba beleképzelik, hogy hova szeretnék az ő kis madarukat, melyik fészekbe akarják behelyezni. Úgyhogy ez egy asszisztálunk, és mindig csodáljuk ezt a dolgot, és akkor nyomon követjük, úgyhogy van egy utánkövetési Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy dolog. Mond. Igen, maga ez az utánkövetés, ezt egyelőre még a TEGYESZ végzi, de gyakorlatilag nekünk is megvan erre a képzettségünk, és fél éves korban és másfél éves korban is utánkövetés, hát gyakorlatilag kötelező utánkövetés is van, de egyébként egy életszerű utánkövetés az meg nagyon sok örökbefogadó családnál létezik, mert ismerjük őket, rájuk kérdezünk, hogy sikerült már ennek a kisgyermeknek. Egy nagyon fontos rész az, hogy ő vele megismertessék a történetét. Nyilván a maga életkorához képest, de tudjon arról, hogy ő örökbefogadott, és erről nem túltolva, de nem is szőnyeg alá söpörve, mindig legyen szó, és azt gondolom, hogy ez azért is nagyon fontos, mert előre kell lássuk ennek a gyermeknek is, hogy fel fog nőni, lesz tinédzser, és akkor bizony az identitása, az önképe, a testképe, minden felborul, és akkor, ha tudja a történetének ezt a részét, akkor keresni fogja. Jó esetben, ami egy jó történetet tudnak a szülők, egy valóságos, de pozitív történetet tudnak elmondani, akkor ő egy pozitív érzésekkel viseltetik az életadó szülei felé, és egyébként az életadó szülőknek is mi nagyon-nagyon tiszteljük azt a döntését, amikor, ha más nem is, de életet tudnak adni ennek a gyermeknek, és megadják. Ugye tavaly el is indítottunk egy ilyen napot, az örökbeadó szülők napját, november 8-án, és szeretnénk idén is ezt folyamatosan erősíteni, az ő respektjüket. Tehát nagyon fontos a gyerekeknek is ezt időnként újra és újra elővenni ezt a témát, és akkor viszont, ha nehéz is lesz, de fel tudják dolgozni ezt a történetet, és hát egy részük az úgy fog viszonyulni, hogy igenis akarok találkozni, minél hamarabb, kíváncsi vagyok. Másik részük van, aki azt mondja, hogy én nem akarok, mert mégiscsak, hogy milyen dolog, hogy velem ez történt, kiszúrtak velem, stb. És csak évek múlva, esetleg 20 vagy 30 éves korában
jut el erre a szintre, lehet, hogy valaki soha nem jut el erre a szintre, de mindenképpen a támogatás meg a mellettük állás a célunk ilyen helyzetbe is. Köszönöm, hát látszik, hogy nagyon benne vagy ebben a témában is. Örökbefogadással kapcsolatban sok interjút készítettem is, bár ennek a sorozatnak nem ez a fő profilja, de azért volt már olyan egyesület még a Frivalc Kredit Együtt az életére, ahol ugye ez a kettő dolog együttműködik, csak nem volt ott időnk ennyire belemenni az örökbefogadás, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt így elmondtad, mert ez is ugyanennek a történetnek egy másik oldala, egy gyerek életéről van szó, és ugye nem csak arról, hogy ott abban a per pillanatban életben marad, vagy sem, illetve megszületik, vagy sem, és utána mi lesz, hanem ezek mind nagyon-nagyon fontos, és akár külön adást megérő gondolatok, de fontos volt, és köszönöm, hogy ezt így elmondtad, és ugye az is látszik, hogy saját életedben is ezek az elvek mentén viszonyultok a gyerekekhez, és mindig jobb, ha valaki ezt úgy meséli, hogy meg is éli, nem csak mondjuk tanulta, hogy ez így van, ez a folyamat, tehát hogy ez a hitelesség ebből nagyon átjön. Most azon gondolkozom, hogy azzal kellene folytatnunk, hogy a utókezeléssel kapcsolatban, ez egy utógondozást említettél, de van egy másik része is egy történetnek, amikor mégiscsak terhesség megszakítás mellett döntenek a nők, és ott sem hagyjátok őket magukra. Tehát milyen formában foglalkoztok velük, mert mi bemutattunk a sorozatban két lelki gyakorlatot, de ez azt gondolom, hogy egy másik formája az abortuszon átesett nőkkel való foglalkozásnak, vagy gondoskodásnak, amit ti végeztek. Egyébként nekünk konkrétan olyan tanfolyamunk, vagy olyan tréningünk nincs, amikor mondjuk csoportosan foglalkozunk. Ezt általában a Berzsuzsáékkal, vagy hozzájuk szoktuk terelni az ilyen hölgyeket, jelentkezőket, illetve nálunk is önkénteskedik a Hegedűsné Erzsike, aki szintén ezen a területen több évtizedes tapasztalata van. Tehát ezekkel a hölgyekkel való beszélgetésben azért mégiscsak belefutunk mi is abba, amikor, ha nem is kimondva, de mégis látszik valakin, hogy egy ilyen élményen van túl. És akkor az ő neki való lelki tanácsadásban azért igyekszünk ezt úgy afelé terelni, hogy ő valahogy ezzel egyenesbe tudjon jönni. És nyilván azért az a jó, hogyha ezek a tréningek szerintem nagyon jók, nagyon jó szembenézni önmagunkkal, nagyon önismeretet ad, azokat a fájdalmakat föloldja, föl tudja szakítani, úgyhogy mondom, mi ebben tudunk segíteni, hogy ami a legnagyobb segítség, azt gondolom, hogyha valaki ebből a témáról beszél, hogy abortusz, és sokszor elhangzik, hogy emberölés, sőt gyilkosság, vagy nem az, mert ez egy utólagos fogamzásgátlási módszer, vagy mi ez, és mindenkinek lehet erről más a vélemény, és a társadalom nagyon megosztott, és látszik, hogy a társadalmi lelkiismeret az, mint a tengernek a habjai hullámznak ide-oda, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mi olyan gátakat próbálni fölépíteni, amik egészséges mederben irányítják majd ezt a társadalmi lelkiismeretet. És amit akarok mondani, hogy a legfontosabb, hogy ezeket a hölgyeket ne egy ítélet érje el, hogy te ezt tetted, és ilyen vagy. Mert nagyon sokszor nem ők teszik ezt meg. Ennek a legszélsőségesebb, extrémebb formája ugye egy csecsemőgyilkosság, amikor egy titkolt terhes hölgy megszüli, és valahogyan kioltja az életét ennek a kisgyermeknek. És utána próbálja ezt eltüntetni, és az eseteknek a nagyon nagy részében ez nem sikerül, és utána ezt a hölgyet börtönbe zárják, megítélik, elítélik 6-8 évre, gyakorlatilag az ő személyét úgymond offolják a társadalomból, miközben az egész család tudott erről, a szomszédok tudtak erről, a boltos tudott erről, mindenki tudott erről, és asszisztált hozzá, csak egyszerűen olyan presszúra vette őt körül, hogy nem talált, nem mert kiáltani, nem mert szólni senkinek, és ezért tehát nem kapta meg azt a támogatást, ami kellett volna ahhoz, hogy igenis kilépjen, és életet adjon ennek a kisbabának, és ne ilyen tragédia legyen a vége. Azt gondolom, hogy mindig nagyon fontos, hogy ne elítélve beszéljünk ezekkel a hölgyekkel, de viszont mégiscsak el kell mondani, hogy mi történt, és hogy mert az igazságnak a kimondása sokszor az, ami gyógyít,
tanítót. Elindul a gyógyítás, egy ilyen lila köddel, meg hogy minden jó, ami szembe jön, és pont az kellett vele történjen, ami történt, mert ha nem történt volna, akkor más történt volna, és akkor az lett volna jó. Tehát az ilyen maszlagokkal egyáltalán nem segítünk az embereken, ezekkel tényleg maszatolni lehet, de az embernek a lelke az valamire támaszkodni akar, és akkor jó, hogyha valóságos dologra tud támaszkodni, az pedig sokszor az igazság, a valóság, ami megtörtént, és akkor ahhoz vissza tudok nyúlni, ha jó, akkor azért, ha rossz, akkor azért, hogy attól elszakadjak. Hogyha ezek a hölgyek nem tudnak elszakadni, akkor újra meg fog ismétlődni várhatóan ez a dolog, újra belekerülhet egy olyan történetbe, amikor azt mondja, hogy én már egyszer ezt megtettem, és mégis valahogy túljutottam rajta, akkor most megint megteszem. Nagyon jó azt látni, amikor látunk olyan prevencióval is erősen foglalkozunk, és ilyenkor is gyakorlatilag a testünk működésével, párkapcsolatokkal, szexualitásról beszélgetünk fiatalokkal főként, de szülőkkel is, tehát, és volt olyan eset, amikor ilyen kis magzatbabát mutattunk egy anyukának, és ő mondja, hogy hát ez döbbenetes, hogy 8 hetesen már így mindenünk ki van fejlődve, akkor ő most rögtön hadd menjen ki. De miért akarsz kimenni? Csak fölhívom a lányomat, mert mondtam neki, hogy menjen abortuszra megint, de most megmondom, hogy ne menjen abortuszra, mert ez már egy ember. Ez ott történt. Ez ott történt Borsod megyében. Egy ilyen beszélgetés során elképesztő volt, hogy gyakorlatilag meglátják az emberek. Sokszor az, vagy nem látják, hogy tényleg mi zajlik az emberekben. Tényleg egy tudáshiány is okozza, hogy meg egy szokás kialakult Magyarországon, egy nagyon rossz szokás, és ezt nagyon nehéz felszámolni, és nem is lehet erővel és jogi lépésekkel feltétlen felszámolni, hanem inkább tényleg egy tanácsadással, segítéssel. Edukációval, beszélgetésekkel. Hát mindaz, ami ennek a sorozatnak is ugye ez a célja. Tulajdonképpen beszéljünk róla, hogy ne legyen tabu, beszéljünk róla, hogy ne legyenek ködös, homályos részek, mondjuk ki az igazságot úgy, hogy azzal ne bántsunk embereket, hanem segítsünk. Tehát igen, pont azért mutatjuk be ezeket a szervezeteket, mert ezt végzik, ezt a kitartó, sziszifuszinak tűnő munkát, amiben viszont minden egyes emberi élet megmentése az önmagában egy 100%-os siker, igen. És minél több ilyen van, annál motiváltabbak vagytok ti is ebben az egész folyamatban. És említetted az edukációt, ott egy gondolatot szeretnék megint csak tőled idézni, mert fontosnak tartom, hogy végülis te erről beszéltél, csak hogy mondjuk ki, hogy az edukáció az nem csak a nagyvárosokban fontos, sőt, még fontosabb a vidéki városokban, kis településeken, hogy ott is megkaphassák a fiatalok, és hogy a biológia óra, meg a szexuális felvilágosítás az ne csak a offszer használat bemutatásáról szóljon, hanem arról, hogy az életünknek milyen fontos része a szexualitás, mik a következményei egy terhességnek, illetve szóló következményei, akkor ezek szerint ti ezt teljes erőbedobással végzitek? Végeznénk, hogyha lehetne. Igen. Most ugyanis az új törvénynek az elfogadása, ami eleve egy prevenciós törvény, tehát világszintű folyamatokat látva, ez egy prevenciós jellegű beavatkozás volt, ami azt gondolom, hogy nagyon jó törvényjavaslat volt, és egyáltalán nincs benne félrevezetés és manipuláció, viszont ennek a rendeleti szabályozásának a megalkotása az szerintem égetően fontos lenne. Én nagyon remélem, hogy őszre már. És mi is abba bízunk, és azért is javasoltuk itt az elmúlt hetekben is több szervezetnek, partnereinknek is, hogy ebben egy akkreditált és jó tananyagot kéne elfogadni, egy közös platformra jutni, és nagyon örülök, hogy a héten is lesz egy olyan találkozónk, ahol szintén ott lesz a Teenstartól a vezetők, és mi is megismertük az ő tananyagokat. Mi korábban egyébként összeraktunk egy hasonló tananyagot, de az ennek egy kisebb és nem akkreditált verziója volt, amit országosan aztán önkénteseinknek egy ilyen online felületen földarabolva egy tananyagra fejlesztettük. Ezt közel 100-an vagy több mint 100-an el is végezték országosan, aztán jött a Covid, jött a törvény, úgyhogy nagyon-nagyon ott vagyunk a mezőnyben, hogy csinálhassuk. Egy másik televíziós sorozatban ilyen szervezetek vezetőivel is beszélgetek, és mindenki, hogy is mondjam, a startgombra készen várja, hogy visszatérhessen az iskolákban, és kiderült, hogy az iskolákban a tanárok is, és hát a diákok is, meg a szülők is nagyon várják, hogy ezt folytatni lehessen.
Lejárt az időm sajnos, mindig olyan hamar lejár, viszont egy dolog, te is említetted, és én is, és legyen ez az utolsó gondolat, ez a mentor programotok, hogy az mit jelent, miről szól. Ugye közel, vagy több mint 20 ezer gyermek él állami gondoskodásban. Egy nagyobb részük most már nevelőszülőknél, családoknál tud felnőni, de egy jelentős részük még mindig gyermekotthonokban, és ezek a gyermekotthonok, ezeknek a működése egyre jobb. Én ahol voltam, ahova járunk, több gyerekotthonba járunk országosan be, és ezekkel a fiatalokkal beszélgetünk, és azt látjuk, hogy egyre színvonalasabb, és nagyon oda teszik magukat a szakmai vezetők, és nagyon szurkolunk nekik, hogy ezen a pályán sikeresek legyenek. De ezeknek a fiataloknak a saját nevelőik, a saját intézményi dolgozók, felettesek, azok mindig is lesz egy távolságtartás, egy fal közöttük. Nem ezért olyan, amikor, mint egy szülő-gyerek kapcsolat. Így van, így van. És mi, amikor kívülről bejövünk, és elmegyünk, beszélgetünk velük, vagy elviszük őket falat mászni, vagy szervezünk egy koncertet nekik, vagy kirándulást, vagy gyereknapot, tehát sok-sok ilyen dolgot szervezünk, akkor megnyílnak, és akkor olyan dolgokat tudnak elmondani, olyan kérdéseket tudnak feltenni, amiben a lelküknek az a mélységes szeretet iránti vágya valós, nyilvánul meg. És ezekre, hogyha tudunk időben jókor választ adni, akkor egy olyan föl tud épülni a lelküknek az a része, ami egy védelemet fog tudni nekik adni. Hogy ők nem fognak a legelső hívásra bárhova, bárkivel elmenni, hanem azt tudják mondani, hogy én értékes vagyok. Nekem van életcélom, én nekem helyem van a társadalomban, lehet, hogy nincsen családom, vagy a családom nem tudott rólam gondoskodni, nehéz hátterem van, de nem hagyom, hogy a hátterem meghatározza a jövőmet. Ezen nagyon nagy segítséget kell adnunk ezeknek a fiataloknak. És nagyon sok szülő van egyébként, akik meg felnőttek fiatalok is, akik ebbe akarnak segíteni. Én azt gondolom, hogy ez is egy külön szakma, mert ennek is megvannak a határai, hogy mi az, amit ameddig elmehetünk egy ilyen kapcsolatban, és mi az, amit nem, mert őnek is ártunk vele. Főleg akkor, ha esetleg valaki egy mentor kilép ebből a szerepből, mert elköltözik, vagy megváltozik bármi az életébe, akkor ezt is szakszerűen kell tudni átadni valaki másnak, hogy ne még nagyobb csalódás érje azt a fiatalt. Úgyhogy a mentor munkát nagyon szeretnénk még tovább erősíteni, de az elmúlt években is azért nagyon sok gyerekotthonban ezt el tudtuk indítani. Hát nagyon köszönöm, nagyon sokréti a munkátok, nagyon egyenként az egyes területekről is még sokáig tudnánk beszélgetni, de sajnos elfogyott az időnk, úgyhogy én nagyon sok erőt, meg hát áldást kívánok a munkátokra mindegyik területre, és ahogy beszéltük le, inkább azt, hogy az iskolákba is vissza tudjatok jutni, mert az edukáció talán a legfontosabb, a legelső lépése mindennek a folyamatnak, amiről beszéltünk. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is a meghívást. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmüket. Tartsanak velünk 2 hét múlva is. Akkori vendégem Schitt Eszter lesz, a Citizen Go kampány főnöke, életvédő aktivista. A viszontlátásra, Isten áldja önöket!